Már az ünnepekre hangolódtak a Visi Károly Múzeumban is, hiszen az előadóteremben régi szokás szerint pirosalma és ezüst papíros díszíti a faágakat, mely kiváló dekoráció a most zajló múzeumpedagógiai foglalkozásnak. Csütörtök délelőtt a Fényi Gyula Általános Iskola kis elsősei hallgatták érdeklődve az előadó által mesélt történeteket a régiek adventi szokásairól. Az elsősöket a karácsonyi ünnepkör, illetve ehhez kapcsolódva a pásztorkodás megismertetésére hívtuk. A többség azért valamit tud, a karácsonyi ünnepkört ugye mindenki ismeri, és a pásztorok közül is bizonyos foglalkozásokat ismernek. Érintettük a Mikulást, a Lucanapot, és magát a Szentestét, illetve a karácsonyi ünnepi asztalról beszéltünk, miket tettek az asztal alá a gazdák, aztán elkészítettük a hagyományos karácsonyfát, és utána pedig a pásztorok, ugye a Jézus a pásztorok, az istállóba született és a pásztorok között, és akkor ennek kapcsán pedig egy kis bárányt készítünk kézműves foglalkozásban. A mostani foglalkozás kimondottan a legkisebb iskolásoknak szól, de mellette az esztendőben többször fogadták az idősebbeket is. Ebben az évben minden osztálynak találtunk ki úgymond témaheteket, tehát van egy-egy hét, amikor egy-egy osztályt várunk ugyanarra a témára. Volt már, ezek általában a kiállításhoz kapcsolódnak, az állandó kiállításunkhoz, illetve valamiféle ünnephez kapcsolódnak. Volt már a fönt a kiállításban az első házról szó, aztán a konyháról, kamráról, de van olyan, ami a tulipántos ládát mutatja be, aztán van a mesélő népviselet, illetve lakodalmi szokásokról is hallhatnak majd.